A mohai tékverőzés története nem változott, a szellemi kulturális örökség misztériuma, ma is valóságos termékenység varázsatla invitál bennünket évszázadok óta farsang farkán. Pesovár Ferenc 1971-ben néprajzkutatóként élesztette újjá a hagyományt a Néprajzi Intézet megbízásából. A csaknem 2000 látogató ezúttal sem csalódott Hanvazó szerda előtt. Kovács Sándorné, a kicsiny település polgármestere, nem titkolja fontos számokra, hogy 2011-ben a szellemi kulturális örökség része lett a tékverőzés. Nagyon kis település vagyunk, a lélekszámunk az nem éri el a 600 főt, és talán éppen azért fontos, hogy ez a kis település összefogjon, és minden hagyományát és a régmúltból jövő kezdeményezéseket megtartjuk, többek között a tikverőzést is, hiszen ez egy nagyon régi hagyomány, amelyről írásos emlékek igazából az 1960-as évekből vannak, és a nagyapáink, a dédapáink meséltek annak idején erről a farsangi népszokásról, és ezt az ő gyermekeik, és azóta is tovább öröklődik ez a hagyomány, és azáltal, hogy mi fölkerültünk a kulturális örökség nemzeti listájára, ez egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy a jövőnek is megőrizzük ezt a hagyományt, és tulajdonképpen jellemző rá, hogy próbáljuk megtartani a régi örökséget, és csak annyit változtatunk rajta, amennyit a környezet, a változás, a sok év eltelte után kénytelenek vagyunk, de a fiatalok várják ezt a napot, és igazából a falunak ez egy nagy ünnepe. Végig kísérjük évtizedek óta, én azt gondolom, hogy nem változott, hiszen jönnek a megyéből mindenhonnét. A fiatalokat hogyan lehet rábeszélni arra, hiszen azért látjuk, hogy változik a világ? Ez nem egy egyszerű feladat, bár a fiatalokat nem kell rábeszélni, hiszen ők várják ezt. Annyiban változott a világ, hogy a törzsgyökeres mohaiaknak a leszármazottjai már kevésbé vannak itt, hiszen a gyerekeket elszólította az élet, akár a fővárosba, akár az ország egyéb más városába, de akik itt maradtak, azok ezt a hagyományt tovább viszik, és az ő gyermekeik is tovább viszik, akik pedig újonnan érkeznek a településünkre, mint ideköltözők, őket pedig mindenképpen megpróbáljuk bevonni ebbe a hagyományba. Nyilván a hagyománynak része a nagyon finom fánk és a forró tea is. Hogyan sikerül ezt? Látom, hogy nagyon sok önkéntes dolgozik. Szívesen vesznek részt ebben a munkában? Nagyon szívesen vesznek részt, úgyhogy egész éjszaka sütik a fánkot, fölváltva, mert mindenkinek szeretnénk egy kis lehetőséget biztosítani abból, hogy a farsangi fánk sütésében részt vehessen. Itt igazából a településnek az 50%-a itt van, mint segítő, mint kísérő, mint előkészítő. Tehát én azt gondolom, hogy a településünk összefogásában ez a nap is egy óriási szerepet tölt be. Házas pár a régi idők tanúi, akik a legendás Pesovár Ferenc által megénekelt történeteket vigyázzák ezen a napon. Jó, hát az nagyon szép idők volt, amikor beöltöztem én is. Most meg már ugye ilyen régebbi hagyománynak öltünk be, ilyen falugazda, faluasszonynak, és akkor kiszolgáljuk a fiatalokat. Megkínáljuk, mint háznál régen, de most is megy körbe a faluban majd. De ez a hagyományt ápolni kell egyébként. Hogyan sikerül megőrizni? Hát... egy kicsit nehezen, de azért a fiatalok is kaphatók rá, és akkor hát azért mutatjuk be, hogy mit kell csinálni, meg hogyan kell csinálni. Idősek. Ugye idősebbek is megmutatjuk, hogy na hát ezt így csináljátok, úgy csináljátok, és nagyon jól megcsinálják. Mennyit kellett változnia ennek a hagyománynak, hiszen azért az alap mindig megmaradt, de azért még most is nagyon sokan vannak. Igazából most annyit változunk, hogy ilyen, ugye beültünk ilyen falugazdáknak, meg tehát a rendezvény véget, de is a hagyomány az régi maradt. Tehát minden körbejárják a falut, tojást szedünk, vagy tojást szednek a bohócok, ugye kalbászt, kikormolnak mindenkit, és akkor este egy rántotta.
Így, igen, így, ugyanígy csinálják, mint régen is, ugye a férjemék, ugye beöltöztek régen is, ugyanígy, most is ugyanúgy csinálják, járják a falut, bekormozzák a tyúkokat, a mindenkit, a buszon is, mondjuk aki felengedi, igen, felengedi. Jó dolog az, hogy továbbra is itt van, azt gondolom, hogy a rengeteg fiatal, akik azért igen, látják. Igen, ez nagyon jó dolog. Nagyon jó dolog. És úgy, hogy van hagyománya neki, és akkor rengeteg látogatnak ide. Az archaikus figurák, a bohócok, arcukra állatsz kerül, így járják be a falut, és kormozzák be termékenységvarázsló célzattal az embereket. Igazából nagyon nehéz megőrizni, itt a fiataloknak a legnagyobb szerepe van ebben. Egyre kevesebb a fiatal, minden évben kevesebben tudunk költözni. Minden erőfeszítésünk árára azért nagyjából mindig sikerül összehozni ezt a hagyomány megőrzést. Amit tudok róla mondani, én 17 éve lakok itt, Lajos Bencének hívnak, idén 4. éve öltözöm. A hagyomány arról szól, így röviden, tömören, hogy előzzük a telet, pont úgy, mint a mohácsi busójárás, csak teljesen máshogy megy így maga a hagyományőrzés. Nálunk bohócok vannak, bohócruhába öltöznek a fiatalok. Az első öltözők mindig lányok, két darab lány van, ők gyűjtik a tojást, kolbászt, épp amit adnak, ugye. Az a lényeg a hagyománynak, hogy körbe megyünk az egész falun, és a termékenység miatt mindenkit bekormozunk, tyúkot, minden állatot. Van egy szalmatörökünk, van egy kéményseprőnk, ugye akik lányok voltak, a következő évben kísérő bohócok lesznek, akik ugye kísérik a menetet. A többi bohóc, akik már átléptek ezeken a kisebb létrefokokon, ők lehetnek kormozó bohócok, akik a népet kormozzák, ugye. Az első alkalommal szereplő fiatalok lánygúnyát öltenek magukra, és ők gyűjtik be a kapott adományokat. Hát, hogy aki először öltözik be, az lánynak öltözik be, és minden házba megyünk, gyűjtőjetünk, és igazániból ennyit. Hogy döntöttetek, hogy az idén részt vesztek ezen a nagyszerű eseményen? Sokan mondják, hogy jó, ezre eljöttünk, megnézzük, aztán jó, akkor jövünk jövőre is. A felelősség érinthető és tetten érhető, az archaikus figurák sora öltözik be. Évszázadok óta a szómatörök ormótlan, a koromhozó szalagos bohócok továbbra is a résztvevő nép között járnak, míg a lánygunyába öltözött fiatal fiúk gyűjtik a tojást, és persze ismerik a szokás alapjait, a gonosz előzésének módját és a megtartás felelősségét is. Bohócnak öltözök be már harmadik alkalommal itt Mohán. Az én szerepem az, hogy az ide látogató embereket korommal bekenjem, illetve hát ez az elsődleges fontos szerepem, hogy én kenjem az embereket, illetve az állatokat. Ugye az állatokat, a tyúkokat azért, hogy termékenyek legyenek, az embereket pedig azért, hogy előzzük a rosszat. Hát végül is erről szól a bohóc szerep. Nagyon-nagyon fontos, hogy miként sikerül megőriznétek ezt a hagyományt. Vagytok elegen? Miként látod? Hát most úgy látom, hogy idén többen vagyunk, mint tavaly. Elég nehéz most már a fiatalokat bevonni ebbe, mert ugye ez a modern világ már nem teljesen a hagyományőrzésről szól, de szerintem megvan az a kis mohai mag, ami szívesen csinálja és fenntartja ezt a hagyományt. Ódor Lajos korosztálya is megjárta már évtizedekkel ezelőtt is a tékverőzők útját. Ő még ma is résztvevője a hagyományos alakoskodó tradíciónak. Húha, azt mondja, hogy 894 talán, akkor az volt egy kis kihagyás, aztán most ugye megint igazából, aki nem volt katona, meg nősök, azok már nem, de hát ugye létszámhiányba szenvedünk, úgyhogy mindent be kell vetni, mert ezt folytatni kell tovább, ezt a hagyományt. Milyen ez az ünnep nektek? Hát végül is ünnep, inkább néphagyomány, nem ünnep. Hát ahogy a farsang időszak vége, ugye télüzés, de hát látjuk, csak sikerül, ugye most is esik, hát aztán meglátjuk majd. Akik jönnek, bekenjük, termékenység, mi egymás. Megvan? Juhász Józsefné a Heves megyei Novajról érkezett, a településen hasonló népszokást ápolnak, mint Mohán, így számukra ez a követendő példa. Van máshol is ilyen kormolásos termékenységvarázslás és télűzés.
Heves megyei Novajon, a Bükkhegység lábánál elterülő kis faluban mi is remélünk. Azt reméljük, hogy jön a tavasz, azt reméljük, hogy jön a megújulás, és szeretnénk, hogyha minél hamarabb megszépülhetnénk. Hát azért kennek be a fiúk bennünket korommal, hogy utána lemoshassuk és megszépüljünk. Farsangfarkán húshagyó kedden már éledezik a természet, szerencsére hamvazó szerve előtt még jókedvű fiatalok népesítik be Moha utcáit a 40 napos nagybőt előtt.